Hú, gyerekek, totális ledöbbenésben vagyok. Pontosan azért, mert hogy Ed O'Neill-nek ma van a szülinapja, nem tudom, hogy ismeritek-e őt. Ő a rémrendes családból lehet ismerős, illetve a modern családból, ilyen családos sorozatokat csinált. És hát ugye ma van a szülinapja, úgyhogy megnéztem, hogy mi a képlete, és hát totálisan ledöbbentem, ugyanis mutatom, és mutatom így is, hogy a kis színes verzióban ez az ember, ez csupa föld egyrészt, meg csupa sárkány, meg kutya, és azt kell tudni, hogy bármely képletben, vagy bármikor, ha találkozik a sárkány, meg a kutya, akkor az ott az egy atya úristen. Azért atya úristen, mert ott a föld és az ég csatlakozik egymáshoz, ott a megérzések és a racionalitás csatlakozik egymáshoz, ott egy ilyen embernek olyan megérzései, olyan álmai vannak, olyan tudatállapota, amit el sem tudok képzelni. És akkor mindez, tehát, hogy nem elég az, hogy találkozik a sárkány meg a kutya, duplán találkozik a sárkány meg a kutya, és nem csak, hogy duplán találkozik, még ezután van benne egy jangföld kutya is, ami pedig egy fájkong, ami megint csak ad hozzá egy jó kis megérzésekkel teli tulajdonságot, illetve ad hozzá egy vezető típusú embert. Ebben az emberben olyan kitartás van, de olyan kitartás van, ezért van valószínűleg a televíziónkon már évtizedek óta, és ráadásul megtudtam, miután elolvastam az önéletrajzát, és talán ez mutatja a legjobban a személyiségét, hogy 22 évig tanult jiu-jitsuzni, mire megszerezte a fekete övet, és ezt tartja a gyermekei után élete legnagyobb sikerének. És gondoljatok bele, hogy bárkinek, ahhoz, hogy valamit elsajátítson, és abból mondjuk a legjobbak közé kerüljön, és erre nem sajnál 22 évet rászánni, ahhoz mekkora kitartás kell. Tehát ebben az emberben olyan fokú kitartás van, amit őszintén megmondom, én a lovaimmal, akikre nem olyan jellemző annyira a kitartás, csodálattal szemlélek, és elképzelni se tudok. Szóval amellett, hogy nagyon jó színész, aki rengeteg díjat nyert, amellett ráadásul valami brutális személyisége van, tehát valószínűleg nagyon érdekes lehet ezzel az emberrel a magánéletben is találkozni, és mondjuk elbeszélgetni. Úgyhogy boldog szülinapot, Ed O'Neill, ledöbbentem a képleteden.